Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Így korán reggel gondoltam, megpróbálom megmutatni nektek, hogy mi vár rátok Xbox 360 tulajokra. Ugyanis olvastam egy érdekes hírt, hogy a Croteam azon mesterkedik, igen, ezt el kéne nyomnom pillanat, azon mesterkedik, hogy átrakja, hát portolja a Serious Sam 3-at, ami azért nem egy rossz játék egyébként, Xbox 360-ra, és próbálják átportolni. Hát igen, nem tudom, hogy fog futni így. Kicsit nagy fába vágtam a fejszemet, de le kellett már vennem a felbontást. Ez a játék, ez brutális. No, nem kell bemutatnom szerintem a régieket, ez tök jó volt. Mentél, lőttél, mit tudom én, hegyek, síkság, ami volt. Hát ez a játéktörténelem, ez szerintem hozzátartozik. Abszolút jó volt. Nem kellett gondolkodni benne, nem kellett keresgélni olyan sok mindent, mert gyakorlatilag ennyi. Itt egy picit azért változik a helyzet, mert látjátok, hogy azért a grafika sem olyan, mint volt. És egyébként tök jól néz ki meg minden, meg tényleg nagyon szépen fut, hogyha... tényleg jól néz ki. Csak nem Fraps alatt egyébként, de a UK jó. Igen, itt már látszik, hogy azért egy kicsit máshogy néz ki a dolog. Sokkal szebb, sokkal modernebb. Na, nézzük meg gyorsan, megpróbálom 5 percben bemutatni nektek. Közben kávézom. Na, azt mondja, hogy hát igen, jön egy ilyen aranyos állatka. Igen, már egy, nem egy ilyen szülők kedvence játék lesz, mert ez tök jó. Ki lehet venni, igen. Nekem kicsit Duke Nukemhez hasonlít ez a játék, tehát nem mondom, hogy... ez mi volt? Ja, leugrottam onnan is, ennyi. Nekem kicsit olyan Duke Nukem, nem inkább Serious-en. Na, a lényeg az, hogy invázió van, és menni kell, és... Micsoda? Na! Invázió van, és le kell nyomni őket. És gyakorlatilag ennyi. Annyira jó, hogy vannak ilyen titkos helyek benne, fel kell ugrálni mindenfelé. Vicces egyébként, teljesen jó játék. Na, a Croteamnek viszont az volt az ötlete, hogy gondolom, hogy profitot is akart csinálni. És... igen, vannak ilyen vicces részek benne. És ezért mondom, át akarja portolni boxra. Ami azért érdekes, ez volt az a játék egyébként, amire hogyha emlékeztek, ami egy olyan másolás védelmet kapott a Croteamtől, hogy a kalózok ugye nem tudták feltörni első körben, mindenki azt hitte, hogy tök király lesz. Na, add ide a szemed. És ez volt az, ahol nagyon meglepetésszerűen játszottak az emberek, és az egyik pályán jött egy ilyen halhatatlan, mit tudom én, valami rózsaszín vagy piros, nem tudom, ilyen skorpió, és nem lehetett megölni. Na, most már elég volt belőled. Na, elmentek szemorvosnak lassan. És ez nagyon nagy meglepetés volt azért a játékos társadalomnak, legalábbis a kalózoknak, mert hát mindenki azt hitte, hogy milyen jó lesz, és ilyen játékvédelemmel eddig még nem igazán találkoztunk. Hát igen, sok minden nem csináltam ebben a videóban még, mert igazából csak a szemeket gyűjtöm, mindegy. Na, viszont azért látszik, hogy mondjuk high felbontáson játszom, de jaj, ketten vagytok. Higgyétek el, hogy vannak fegyverek, van egy csomó minden, csak ez még tényleg a játéknak nagyon a legeleje. De azért jó. Na. A múltkor sikerült egyébként egy ilyen golyóval kidobnom egyet, tehát tök jó volt. Na szóval, visszatérve. Ezt mindet bele kell zsúfolni egy Xbox 360-ba, ami azért valljuk be, nem lesz egy egyszerű dolog. És hát igazából ezért tart ennyi ideig nekik ezt megcsinálni, de... Aha, na igen, van történet, van ilyen, nem tudom, párbeszédek, nekem bevallom őszintén rohadtul nem hiányzott ez a párbeszédes részben, mert minek? Épp azért akar az ember Serious szemmel játszani, mert igazából nem akar gondolkodni, nem akarja azt, hogy most, mit tudom én, agyalni, hogy merre kell menni, meg voltam-e már itt, meg mit tudom én, tehát... Jó, persze, hogyha már az ember játszik vele, utána belejön, de én is inkább azt szeretem, amikor tényleg elég straightforward, tehát én megyek előre, és akkor történik valami. Tehát nem tudom, nekem ez így most annyira nem olyan pozitív.
Lehet, hogy talán ezért is nem jött be annyi pénz ebből a játékból nekik, mint amennyit gondoltak. Szerintem ezért próbálják a boxos témát összehozni. Már valamár erre kell menni, amúgy erre, já, játszottam az első pályát, ezt végig toltam, de bevallom, mi szintén mindig eltévedek ezekben a hülye üzekben. Valahol itt van, pedig nem tudom, hogy hol. Erre? Franc tudja. Nem, az ugyanoda, de tényleg erre. Na, igen, itt vannak ezek. Ó, emlékeztek, ilyen fej nélküliek. Ha! És sikerült! Ennek kéne, hogy legyen valami fegyvere is. Az a baj, hogy nem tudom már visszavenni ezt. Aha, itt lesz egy jó része, erre már emlékszem. Nézzétek a toronyházat. Aha. Na, ilyenek vannak benne. Azért ez elég jól néz ki, és azért tényleg Full HD-ban tényleg elég brutális a grafika. Ja. Állat. És eltűnik. Na, és akkor nekem most megint meg kell keresni, hogy merre megyek. Ami igazából mondom, hogyha belejöttök, annyira nem gáz, de hát most megint csak bolyongok. Azért nem ezt szoktuk meg, legalábbis én nem ezt szoktam, meg egy Serious Sam játéktól azt szoktam meg, hogy megyek ott a fegyver és lövök, mint az állat. Nem az, hogy a legnagyobb ellenfelem egy rohadt útvesztő. Ez az. És brutálisan kiszedem a szívét. Ez ilyen Indiana Jones és a végzett temploma, vagy a franc tudja mi ez. Igen. Na. És tényleg ilyen szervkereskedők lehet, hogy hatással voltak erre a játékra, mert bevallom, viszont az összes dolog, amit az elején tudtok csinálni, az, hogy kiszeditek a szerveket. Vagy szívet, és azzal fejbe dobtak valakit, vagy valami szemet. Oké. Okay. Egyébként a nehézségi fokot nyilván levettem, mert videót akartam mutatni, nem az, hogy bénázok, bár így is bénázok. Na, igen. Nem hiszem, hogy elugrik. Add ide a szíved. Pedig tudom, valahogy volt fegyver is, de lehet, hogy már nálam is van. Ugye, nem tudom, de ez sokkal viccesebb. Na, nincsen még, majd lesz. Na, szóval én érdeklődve várom egyébként, hogy mi lesz ebből a játékból, mert azért tényleg jó pofa. Aha, vannak ilyen vértek. Ja, már nem 5 perc lesz a videó, de mindegy. Vannak ilyen páncélok, meg mit tudom, mi van még? Na, erre már voltam. Na, de azért látszik, hogy mit akarok én itt mutatni, remélem. Szóval már megint körbe-körbe megyek. A franc se tudja, hogy hova kell menni. Aj, hát de most komolyan emlékeztek a régire? Mentél és lőttél. Menni kellett előre. Nem volt ilyen, hogy most hova megyek, mit csinálok. Na jó. Oké, akkor ebből a részből itt szerintem ennyi elég lesz. Aztán még majd meglátjuk, hogy össze tudok-e vágni ebből valamit. Vagy, nem is vágok semmit. Minek? Tök fölösleges. Ugyanez van. Tehát, ezt megint visszajöttem a Zsák utcába, ez nem igaz. Na, ez a Serious Sam. Várjunk csak, lehet, hogy erre kell menni. Tehát, aha, na, ez az. Oké, megtalál. Nem vagyok hajlandó több időt ebbe belefetszolni. És aha, már lőnek is, most ezt mondom. Jaj, egy kicsit ugye Frapszel vannak gondok, de hát látjátok, itt bejön az aprítós rész, csak kicsit lassan indul be a játék, de mindig gond van, amikor történetet adnak valaminek, így van. Aj, a kedvenceim! Azért úgy csináltam egy videót régebben, azt láttátok a... És itt mi volt az XBLA játékoknak a bevezetője, itt van egy kis Serious Sam, és ja, azért a grafika tényleg sokat változott, be kell, hogy mert azért ez tényleg tűéles közelről. Baromi jól néz ki, nem tudom, mi marad meg ebből, hogyha ezt átkonvertálom nektek. Na de, körülbelül ilyen a játék. Hagyjam, hogy ide fusson, nézzétek meg. Azt a minden, de jól néz ki. Látom a fején is ezt a robotszerű vackot. Na, ilyen. Tök jó, nem? Szóval várjátok Xbox 360-ra, mindenképp megéri a várakozást szerintem, és szerintem toljátok, amint meg lesz. A későbbiekben, ahogy olvastam, nagyon nagy terek lesznek, nagy pályák, szép lesz, hangulatos pályák, és...
és remélhetőleg nem így fog futni, most valami történik, nem tudom micsoda. Aha, megpróbálok tovább futni, és így van call from HQ. És igen, és itt van egy monolit, ja. Gyerekek, ez nagyon beszaggat, igen. Nem így kellett volna felvennem a videót, de hát 9 FPS-re leesett. Úrom atyám. Ha, most már ilyen slideshow van. Még kifagyott? Nem, nem, megy ez még egy FPS-sel. Ez az, ez az, ez az. Ez az, jó. Borzalom. Ja igen, igen, beindult. Na, köbben így jönnek a nagy terek. Nyilván PC-n egyébként azt mondják, hogy egy hatalmas gépigénye van. Én Fraps nélkül Ultrán tudok vele játszani tök jól. Ez most High és Fraps, szóval ez nagyon leveszi. Ja, na, de inkább elbúcsúzom tőletek, nem sokkolom itt az idegeiteket ilyen slideshow-kkal. Mert vannak biztos még olyan részek, ahol jobban fog futni, de egyébként maradunk ennél. No, köszi a figyelmet, és hát sorry a slideshowért, de az elején még tök jól futott. Na, jó, addig még gyakok egy kicsit. Na, sziasztok! Da-da-da, 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 da-da-da.